nekünk kezdett csapatunk a bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzésén a Falco ellen. Az első negyedben ugyan szombathelyiek érték el a nyitó kosarat, azonban a folytatásban egyértelműen az Albacomp uralta a derbit. 23-13-nál fejsej lett egy magabiztos Albacomp győzelem, azonban a szombathelyiek a negyed utolsó pillanataiban felzárkóztak, így végül 23-21 lett az első 10 perc. A második felvonásban aztán remekel csapatunk, sorra jöttek a szebbnél-szebb kosarak, melyekre a Falco alig-alig tudott válaszolni. Doin kosaraival ugyan kapaszkodtak a látogatók, azonban nem tudták utolérni csapatunkat, mely a nagy szünetre 47-35-ös vezetéssel vonulhatott. A harmadik negyedet jó lesz gyorsan elfelejteni, nagyon nem ment ekkora játék az Albacombnak, mely egy picit bennragadt az öltözőben, a Falco pedig ezt tökéletesen kihasználva egy 11-0-ás sorozattal felzárkózott. Váratlanul izgalmas lett át a találkozó, azonban az utolsó negyedben gyorsan dülőre vitte a dolgot az Albacomb. Egyre felszabadultabb játék jellemezte a hazai csapatot. Együttesünkben Jonathan Jones sorra mutatta be a szebbnél szebb zsákolásukat, a szombathelyek pedig egyre inkább beletörődtek abba, nem tudják elvenni az Albacomb hazai veretlenségét. A vége 82-69 lett együttesünknek, mely a hajrában már igazi közönség szórakoztató játékot produkált. Összesítésben tehát 2-1, jöhet a negyedik felvonás szombathelyen.